Rengeteg bizonyíték van arra, hogy a koronavírus egy wuhani laborból származik, erről az amerikai külügyminiszter beszélt egy tévéinterjúban. Az amerikai titkosszolgálat már hetek óta nyomoz, hogy Kína eltitkolta bármilyen információt a vírus eredetéről. Kína abszurdnak nevezte az amerikai állításokat, a külügyi szóvivő szerint pedig kizárt, hogy a koronavírus a wuhani virológiai intézetből terjedt volna el. Nem ez lenne az első, hogy azért szabadul el egy vírus, mert egy kínai laborban nem tartották be az előírásokat. Erről az amerikai külügyminiszter beszélt egy tévéinterjúban. Az Egyesült Államok titkosszolgálata, a hírszerzése, az FBI is hetek óta azt vizsgálja, igaz lehet-e, hogy egy kínai laborból szabadult el a koronavírus. Az amerikai külügyminiszter az ABC News-nak azt mondta, rengeteg bizonyítékuk van erre. Ne feledjük, hogy Kína történetében már előfordult, hogy megfertőzték a világot, és az is, hogy minőségen aluli laboratóriumokat működtettek. A hírszerzés munkája még folyamatban van, és folytatniuk is kell a munkát. Annyit tudok mondani, hogy rengeteg bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a wuhani laboratóriumból származik a vírus, mondta az amerikai külügyminiszter. Kína abszurdnak nevezte az Egyesült Államok állításait. A kínai külügy szerint nincs nyoma annak, hogy az új koronavírust ember alkotta volna, és hogy a wuhani virológiai intézetből terjedt volna el. A külügyi szóvivő azt kérte, hogy Amerika fejezze be a vádaskodást. A vírus eredete összetett tudományos kérdés, a tudósoknak és a szakembereknek tanulmányozniuk kell. Arra kérjük az Egyesült Államok politikusait, hogy hagyjanak fel Kína hibáztatásával. Jobban tennék, ha idejüket és energiájukat az országuk járványügyi ellenőrzésére fordítanák, mondta a kínai külügyminisztérium szóvivője. Vasárnap az Egészségügyi Világszervezet is arra a megállapításra jutott, hogy a koronavírus természetes eredetű. A WHO szerint szinte biztosan kizárható, hogy a vírus laborban hozták létre. Kijelenthető, hogy természetes eredetű vírusról van szó, mint a koronavírusok általában, ez is a denevérektől származik. Ami érdekes lehet az a közvetítő, vagyis az az állat, amelyen keresztül a denevértől eljutott az emberig. Fontos kideríteni, milyen állat fertőzte meg az embert, hogy elkerülhessük az újabb fertőzéseket, mondta a WHO epidemiológusa. A koronavírust már 187 országban mutatták ki, több mint 248 ezeren vesztették életüket a betegség miatt.